Magyarországon az energiaszektor összetett terület. 2007 óta a törvényi változások szerint külön cégek végzik a hálózati és az értékesítési tevékenységet. A szerepek gyakran összemosódhatnak, ezért ebben a videóban segítünk bemutatni, hogy kinek mi a feladata, hogyan működnek ezek a vállalatok. A termelő például erőmű által megtermelt energiát az elosztói engedéllyel rendelkező cégek szállítják el a hálózatokon keresztül a fogyasztókig. Ezek a hálózati cégek az energiaszállítás mellett a hálózatok karbantartásával és fejlesztésével is foglalkoznak, így a karbantartásokhoz kapcsolódó tervezett áramszünetek időzítését is ők végzik, illetve az áramszolgáltatással kapcsolatos hibák, áramszünetek, valamint az új fogyasztási hely létesítési igénybejelentéseket is feléjük kell jelezni. Ha ön a fogyasztásmérő bármilyen meghibásodását észleli, illetve egyéb mérővel kapcsolatos bejelenteni valója van, arról is az elosztói társaságot kell tájékoztatnia. Az elosztói társaságok vagy más néven hálózati cégek felelősek tehát azért, hogy az áram az energiatermelőtől az ön ingatlanáig megfelelő minőségben eljusson, és az elfogyasztott áram mennyiségét egy hiteles és pontos mérőóra mutassa leolvasáskor. Ezért a szolgáltatásért az elosztóvállalat rendszerhasználati díjat számol fel. Az energiapiac másik kiemelt szereplője az energiakereskedő, akitől ön a számláját kapja. Az energiakereskedő az energiatermelőktől megvásárolja az áramot, és azt értékesíti tovább. A fogyasztásmérő által mért villamosenergia mennyiséget számlázza ki az ügyfeleknek, illetve általában ezzel együtt a korábban említett elosztói rendszerhasználati díjat is továbbítja. Az illetékes elosztója és a villamosenergia kereskedője nevét az energiadíj számlán találhatja meg. A kereskedőt az ügyfelek megkereshetik az ügyféladatok változása esetén is, vagy például, ha számlaügyekkel kapcsolatosan van kérdésük.